Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban az előlapon is látott, illetve előbbi pár képkockán rajtam felvéve is látható mellényt fogom elkészíteni. Ez ötszög mellény, ami azt jelenti, hogy öt egyforma ötszöget kell horgolni, és ezt az öt darabot kell majd összehorgolni, illetve a legvégén pedig körbehorgolni, egy kis szegélyt adva neki. A fonal, amiből én készítettem, az egy prémium fonal, amiben van selyem, gyapjú, és hát akrilis is található benne. Két szálát fogtam össze, és három és felestűvel horgoltam. Ezeken a széleken pedig a hármas tűre váltottam, és azzal folytattam tovább. Varázskör helyett most kivételesen láncszemsorral fogok kezdeni, mégpedig egy öt láncszemből álló sorral, 2, 3, 4 és 5, és köré is kapcsolom egy kúszószemmel. Tehát ezen is áthúzom a fonalat, és mindjárt a következőn is. A két ráhajtásos pálcát fogok horgolni. A két ráhajtásos pálcák megfelelője, illetve az ajánlás hozzájuk az általában a négy láncszem. Ből álló emelés. Én is így készítem el, és ez egy pálcának fog számítani. Most elkészítem akkor a másodikat, ugye kétszer tekerem a tűre a fonalat. És egyszer, kétszer, és háromszor hurkolok, és akkor elkészítem a harmadikat is. Kész is van az első hármas csoport, három láncszem, és ezt kell még négyszer megismételni, úgy lesz meg pontosan körben az öt, és ugye ötszögről beszélünk, tehát ezért van ennyi ismétlés. Jön a következő csoport, ugye itt már nincs láncszemsor, hogy is lenne, hanem csak három darab két ráhajtásos pálca. És a harmadik. Majd jön a három láncszem. És akkor ezt kell körben tovább folytatni. Az első sor végén vagyok, elkészítettem a három láncszemet, és ugye itt pedig, aki esetleg nem tett jelölőt, az első, második, harmadik, a negyedik kezdő láncszembe kell zárni a kört. Szintén egy kúszószemmel. És kész is van az első sorunk. Itt most készítek négy láncszememelést. És jöhet is a jelölő. Plusz készítek még kettő láncszemet. Aztán ide fogok most hurkolni, továbbra is két ráhajtásosakat. És továbbra is hármasával. Megvan az első, második, és a harmadik. Most készítek ide még egy hármast, de előtte jön három láncszem. És elkészítem ugyanezt. Két láncszem jön itt most, és megyek a következő közbe, és ott ugyanezt fogom elkészíteni, tehát egy hármas csoport, elhagytam egy szálat,
Aztán jön a három láncszem. És a következő hármas, ugye ugyanoda. És még egy. És a kettő láncszem. És akkor ez szerint kell körbe haladni. Tehát minden közbe két-hármas csoport a három láncszemmel, és a két-két csoport között pedig kettő láncszem. Itt vagyok az utolsó közben, elkészítettem az első hármast, plusz a három láncszemet. És akkor most készítek még kettő két ráhajtásost, egyet, és még egyet. És a harmadik két ráhajtásos pedig ez a láncszem sor lesz. Tehát elveszem a jelölőmet, és itt a negyedikben, a negyedik láncszemben zárom a kört. És így néz ki a második körünk. És ugye itt úgy készítettem, hogy volt a négy láncszem plusz a kettő. Tehát a plusz kettő az azért kellett, hogy itt is, mint ezeken a helyeken, meglegyen a kettő láncszem. És akkor jöjjön a harmadik sor. Négy láncszem emelés. Plusz kettő. És itt a következő hármasból ide az elsőnek, a tetejére fogom csatlakoztatni most a két ráhajtásosom alját. Tehát itt lesz. Kettő láncszem. És jövök ismét ide. És itt elkészítem ugyanezt a mintarészt. Tehát három két ráhajtásos pálca. Három láncszem. És ismét három két ráhajtásos. Ugyanabba a közbe. Kettő láncszem. És most ide készítem el a két ráhajtásost. Ide. Kettő láncszem, és ide pedig a következőt, tehát a hármasomnak az első pálcájának a tetejébe. És most megint kettő láncszem jön, és itt pedig ebbe a közbe elkészítem ugyanezt a mintát. Akkor nézzük meg, hogy mit is csináltam eddig. Ezek az ötszögnek a csúcsai. A második, a harmadik, a negyedik, és itt az ötödik. A csúcsokban, tehát ebbe, a közbe, mindig ugyanazt kell horgolnunk. Tehát három két ráhajtásos pálca, három láncszem, és még egyszer három két ráhajtásos. Ide mindig ezeket kell horgolni. Tehát ezekre a helyekre, a csúcsokba. Közben pedig
Ugye ebben a sorban itt még egy négyzet volt, itt pedig három, a következőben pedig már öt lesz. Tehát így szaporodik, minden sorban kettő négyzettel több lesz a két csúcs között. Itt is nagyon egyszerű, hogy éppen hova kell horgolnunk. Hogyha így nézzük, ugye itt vannak ezek a V alakok, ezek a pálca, vagy éppen láncszemek, és itt pedig úgy kell elkészíteni, hogy minden harmadikba készítjük el a következő sorban a két ráhajtásos pálcát. Tehát ez az első pálca, második, ez a harmadik. A harmadik tetejébe készül egy két ráhajtásos. Itt ugye a kettő között két láncszem volt. Egy láncszem, két láncszem, és ez a harmadik, a pálcának a teteje. Ide készül a következő két ráhajtásos. És itt ugyanúgy egy pálca, két pálca, és ide a harmadikba készítjük el a következő két ráhajtásos pálcánkat, ami már ugye a sarok rész. És akkor megmutatom most ennek a figyelembevételével, hogy hogy is kell tovább haladni. Tehát két láncszem, ugye egy, kettő, a harmadik tetejébe készítem el a két ráhajtásos pálcát, két láncszem, egy láncszem, két láncszem, és itt a pálca teteje a harmadik, tehát ide kerül. A következő két ráhajtásos, itt pedig ugye egy pálca, két pálca, és hát a harmadik az már ide kerül, ha a csúcsra, és itt készítem tovább ezt a részt, tehát a három két ráhajtásos, a három láncszem, és a következő három két ráhajtásos. És akkor ezt figyelembe véve ismételjük végig. És itt most bezárom a kört, ugye elkészült ez a csúcsrész is, és kiveszem a jelölőmet, két láncszem, és itt zárom a kört. És ugye mindegyik oldal ugyanúgy néz ki, mindenhol megvan a három négyzet, és szépen alakul az ötszög. Ugyanúgy kezdem, mint az előzőt, négy láncszem, plusz kettő, ugye ugyanúgy, ez lesz a négyzetnek a teteje, és aztán ide jön a két ráhajtásos tetejébe egy két ráhajtásos ebben a sorban is, két láncszem, és ugye egy, kettő, és ez a harmadik, tehát ide jön. Következő, egy, kettő, itt is egy, kettő, és a harmadikat már ide a következő csúcsba készítem el. És akkor ide jön a minta, ugye három két ráhajtásos egymás mellé, három láncszem, és jön a másik oldal. Itt már öt négyzetnek kell lenni, két láncszem, és akkor számolunk, de egy idő után már persze nem is kell. Ugye egy, kettő, ez a harmadik pálca. Itt ugye egy láncszem, két láncszem, és itt nagyon nem is kell számolni, hiszen mindig a pálcák tetejébe jön a következő. Ugye a bővítés, a szaporítás, ez mindig itt a szélén történik.
itt közben mindig a pálcák tetejére horgoljuk a következőt. 1, 2, és ugye itt 1, 2, a harmadik pálca tetejébe készül. 2 láncszem, és már is itt vagyok a következő saroknál, és itt pedig elkészítem a mintát. Ugye meg is van az 5 négyzet. 1, 2, 3, 4 és 5. És akkor e szerint készítsük el körben. Itt is megmutatom, hogy hogy zárom a kört. Ugye itt először még készítenem kell egy két ráhajtásos pálcát, amit ide fogok lehorgolni. Aztán jön két láncszem, és itt pedig zárom a sort, hogy meglegyen itt is az 5 négyzet. És azt hiszem, hogy most már érthetőek itt a törvényszerűségek, itt már nagyon jól látszanak az élek is, és a köztük húzódó négyzetrácsos minta is. És itt van már egy teljesen kész darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kört készítettem. Hogyha túl nagy lesz, túl bő lesz majd, miután összerakom, összeillesztem az 5 részt, akkor ebből még le lehet csípni egy sort, úgyhogy addig ezt nem is fogom itt eldolgozni, mert hát ha nem lesz ilyen nagyra szükségem, és akkor összesen 5 ilyet kell készíteni, ugye azért 5 szög mellény. Az előző képen azt láthattátok, hogy hogyan kell összevarni a darabokat. A munka visszáján vagyok, és ennek a láncszemsornak a felémeső szálába fogok ölteni. És ugyanígy itt a másik oldalon is, tehát a belső szálba. Itt megkeresem a középső szemet, és beleöltök, tehát csak a felső szálba. Ugyanígy a másik oldalon is megkeresem a középsőt, ugye itt 3 volt, tehát egyszerű dolgom van, és itt is csak. Melyik az? Ez az. A középsőbe öltök, és a felsőbe. Aztán most itt még egyet fogok készíteni, még egy ilyen öltést ugyanabba a két szába szembe, mégpedig azért, hogy itt mindjárt ide visszaszúrva készítek egy ilyen csomót, bogot ide, hogy biztosan ne bomoljon ki soha. És elkezdem az öltögetést. Ez a második láncszem, itt ez a második láncszem. Itt ugye most a pálcák sorakoznak, ez az első pálca teteje, és itt pedig ez az első pálca teteje. Ez a második, és itt ez a második. Harmadik. És itt a harmadik. Itt most a két láncszem jön, ez az egyik, és a másik oldalon pedig ez az első. Itt a második, és itt pedig ez a második. Aztán jön a két ráhajtásos pálcánk, az egyik itt, a másik pedig itt. És amikor már jobban belejöttünk a varrásba, akkor nem muszáj, hogy kiterítve, hanem így egymás mellé fogva a két részt, a két darabot, így is tudunk varni, és azért így sokkal egyszerűbb is.
és ugye egészen az oldal tetejéig a középső láncszemig kell varnunk. Azt elfelejtettem mondani, de talán még nem késő, hogy mielőtt nekiálltam az összevarrásnak, minden egyes darabot kimostam, és formára igazítva szárítottam meg. Ez a felső rész, és itt csatlakoztatom a fonalat. Négy láncszem. Itt a középső részbe elkészítem ugyanezt a mintát. És készítek egy két ráhajtásost ide. Négy láncszem. És egy-két ráhajtásost ide a harmadik pálca tetejébe. És ez az, amit ismételnünk kell. És hát elvileg 8-szor. A pántokat ide a felső részhez kell hozzávarni, az ötszög két csúcsába, és ugyanúgy vartam hozzá, ahogy a darabokat is egymáshoz. Mindenképpen szerettem volna körbe horgolni a mellényt, nem csak itt az ujjánál, hanem mindenhol, tehát itt a széleken alul. Viszont azokban a videókban, amiket a neten találtam, az azokban látott módszerek, körülbelül 3-at néztem, vagy nem is tudom, lehet, hogy még többet, az nálam nem vált be. Ami fura volt, az az, hogy soha nem mutatták úgy a mellényt, hogy valaki felvette, tehát viselte volna. Aztán, amikor jött ez a körbehorgolás dolog, akkor rájöttem, hogy valószínűleg azért nem reklámozták annyira, mert ők is ugyanúgy jártak, mint én, mégpedig úgy, hogy itt a hónajnál iszonyat mód elállt a mellény, miután itt elkezdtem körbehorgolgatni. Körbehorgolás előtt nem, úgy még szuperul passzolt rám. Ez a módszer, ahogy most én csináltam, ez nálam tökéletesen bevált. Nagyon jól áll a mellény a hónaj alatt, az ujjnál nem áll el, úgyhogy mutatom, hogy hogy készült. Először is azt tettem, hogy a 3,5-es tűmet, amivel végig horgoltam, és készítettem az ötszögeket, és egyébként a teljes mellényt, átcseréltem 3-as tűre, tehát kisebbre. A hónaj alatt fogom csatlakoztatni a fonalamat, és egy ráhajtásos félpálcákkal fogok horgolni. Két láncszem emelést csinálok, és itt ebbe a közbe mindjárt készítek egy-egy ráhajtásos félpálcát. Tehát egyszer hajtom a tűre a fonalat, elkészítem a hurkot, és a 3 szálon egyszerre húzom át a tűmet és a fonalat. Itt most 3 pálca jön, de nem készítek mind a 3-ba, hanem csak a középsőbe. Tehát egy ráhajtás, áthúzom, és egyszerre húzom át a 3 szálon. És innen úgy fogok haladni tovább, hogy ilyen négyzetek közepébe egyet készítek, majd a pálcába szintén egyet. Tehát egy a közbe, és egy a pálca tetejére, úgyhogy eléggé összehúzom. De muszáj, hogy összehúzzam, mert nálam csak így működött. Tehát egy a közbe, és egy a pálca tetejébe. Itt vagyok a várpántnál. Ugye itt 4 láncszem volt, illetve hát egy-két ráhajtásos pálca, és nagyon sok videóban úgy csinálták, hogy vagy 4 pálcát készítettek bele, vagy 3-at. Na most én 2-t fogok, és továbbra is marad az egy ráhajtásos félpálca, tehát egyet, még egyet, és itt, ahol a
pálca volt, ide is készítek egyet. Tehát ez is jóval kevesebb. És így haladok tovább. Tehát egyet, még egyet, és ide pedig a harmadikat. Eljutottam a kör végére, és ugye itt két lencem emeléssel kezdtem, tehát itt is zárom a kört a második lencemben. És akkor most jön a második kör, ahol egy ráhajtásos pálcákat fogok horgolni, tehát három láncszemet emelek. És úgy készítettem, hogy ezt is egynek számítom, tehát egy, kettő, három, és a következőt átugortam. Megyek ide, egy, kettő, három, és ezt átugrottam. És ezt így horgoltam körben, ezt a második sort, és hát több sort nem is készítettem, tehát ez volt a befejező sor. A többi rész körbehorgolásánál egy kicsit módosítottam. Az első sor az ugyanúgy készült itt is, és itt is, mint itt a váll résznél, illetve itt a hónalja alatt. Viszont a második sor az úgy készült, hogy minden egyes egy ráhajtásos félpálca tetejébe egy-egy ráhajtásos készült. És itt az íveknél, itt pedig úgy készítettem el, hogy három, tehát az első sorban három egy ráhajtásos félpálcát horgoltam, a második sorban pedig a középső be három egyráhajtásos pálcát. És ahogy látjátok, nagyon szép lett az ív, és nem pördül vissza a széle. Úgyhogy számomra így lett tökéletes, ez biztos fonalfüggő is, tehát lehet, hogy első próbálkozásra nem fog így sikerülni, de megéri kitartónak lenni, mert egy nagyon szép mellényt kapunk.